estét kívánok, a híradót látják itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban 2016. február 5-én pénteken este 7 órakor híradásunk tartalmából. Idegen nyelv oktatás, elmaradunk az uniós átlagtól. Verset és prózát írtak, az egész járásból jelentkeztek a Móra versenyére. 17 kg kábítószert fogtak, egy 65 éves szerb férfi vitte a marihuánát. A legutóbbi felmérések szerint Magyarországon a 11-12 éves diákok csupán 59%-a tanul valamilyen idegen nyelvet, ebből 1,5%-a kettőt. A legnépszerűbb nyelvek továbbra is a német és az angol, de régiónkban a határközelség miatt egyre többen választják a szlovákot is. A magyar oktatásban az idegen nyelv 4. osztálytól kötelező, így sok iskolában csak 10 éves kor körül kezdenek el németet vagy angolt tanulni a gyermekek. Általában egy nyelvre összpontosítanak az iskolákban, emiatt nagy a lemaradás az uniós átlagtól, ahol legalább 2 nyelvet elsajátíthatnak a gyerekek. A piarista iskolában 3. osztálytól tanulnak a diákok órarend keretében angolt vagy németet, ennek ellenére sokan tesznek sikeres nyelvvizsgát. A tavalyi végzős osztály mintegy 70%-a rendelkezett nyelvvizsgával, 2 mind a 2 nyelvből, 1 diák pedig felsőfokú bizonyítványt szerzett. Angol, illetve német nyelvtanítás hivatalosan órarendi keretek között 3. osztályban indul, de korábban is van alkalom szakkör szinten ezt választani, ahol nyilván szabadabb, tantervileg nem kötött foglalkozások, tehát egyénre szabott foglalkozások elérhetőek, 3. pedig órarendileg, és aztán ahogy mennek följebb, akkor a NAT által meghatározott követelmény szinteknek megfelelően. A Hunyadi iskolában 2 nagy csoportra osztják a diákokat. A szakközepesek egy általános, erősebb nyelvtudást kapnak, amivel felkészítik a tanárok őket az érettségire, esetleg a nyelvvizsgára. A szakmát tanulók 3 éven keresztül először 2 hetes ciklusban 5 nyelvi órán vesznek részt, majd 11. évfolyamtól plusz 2 órán, ahol a szakmai nyelvet sajátíthatják el. A szakképzősök az alapokat tanulják meg, amivel akár külföldön is munkát szerezhetnek. Kőműveseknek, festőknek, gépészeknek, eladóknak speciális nyelvi képzést tartunk. Ezen kívül felkészítjük őket a külföldi munkavállalásra is. Azt jelenti, hogy álláshirdetéseket böngészünk, megtanulnak önéletrajzot írni, motivációs levelet, és felkészítjük őket egy esetleges felvételi elbeszélgetésre is. Amennyiben a diákok elég komolyan veszik a nyelvtanulást és megfelelően készülnek az órákra, a heti 3-5 angol vagy német óra elég ahhoz, hogy később sikeres nyelvvizsgát tegyenek. Mindezek ellenére sokan választják a különféle nyelvtanfolyamokat is, ahol fele-fele arányban tanulnak németet és angolt. Itt a határközelsége miatt még talán a német, viszont ha egy kicsit bejebb megyünk Európában, akkor az angol az talán már erősebb, így az angol és a német mindenek előtt. Cégek tekintetében is. A szakmai fórumokon gyakori vita, hogy mikor a legcélszerűbb elkezdeni gyermekeknél a nyelvoktatást. Egy azonban biztos, a jövőben egyre fontosabb lesz, hogy az anyanyelven kívül mindenki legalább 1 idegen nyelven tudjon kommunikálni. Az író emlékének, szellemiségének továbbadását tartja az egyik legfontosabb célnak a Móra Ferenc iskola. Ezt szolgálja a vers és próza író verseny. Idén sem csak a mosonmagyaróvári iskolások képviseltették magukat, sokan részt vettek a megye többi településéről is. Az intézményvezető nyitotta meg a Móra vers és prózaíró versenyének eredményhirdetését péntek délelőtt. Szeretettel köszöntök minden tanulót, minden vendéget is iskolákban, hagyományos rendezvényünkön, hiszen minden évben, február első hetében emlékezünk iskolánk névadójára. A köszöntő beszédet követően az iskola 3. évfolyamos diákjai Móra Ferenc egyik darabját, a király kenyerét adták elő. A rövid darab és az emléktábla koszorúzása után elérkezett a legizgalmasabb rész, az eredményhirdetés. A zsűri külön díjazta a vers és külön a prózaírókat, a mórásokat és a külsős diákokat, valamint az évfolyamokat is.
A több mint 10 éves múltra visszatekintő hagyományos verseny célja elsősorban, hogy megszerettessék a gyermekekkel az írást és az olvasást. Bizony azt kell mondanom, hogy nem bátrabbak, de még mindig az, hogy közel 150 pályamunka érkezett, ez még mindig azt jelenti, hogy népszerű ez a pályázata a gyerekek körébe. Saját élményeiket dolgozzák fel. Olyan érdekes volt számunkra, hogy saját tapasztalati anyagból építkeznek, és egyre többet azt látjuk, hogy az érzéseiket fogalmazzák meg, és ennek borzasztóan örülünk. A verseny évről évre nagy sikernek örvend, hiszen nem csak a mosonmagyaróvári és környékbeli iskolákból, hanem többek között a csornai, lébényi, bágyokszobáti intézményekből is jelentkeznek a diákok. A zsűriző tanárok tapasztalatai alapján a gyermekek legszívesebben saját élmény dolgoznak fel, de gyakran választanak a diákok kitalált történeteket is. Ez egy megtörtént esemény volt, arról szólt, hogy egyik nap apukám adott nekem egy csúzlit, és azzal, hogy milyen kalandokat éltem át. Az volt a címe, hogy a láthatatlan tinta, és volt egy herceg, akit fogságba vittek, és írt a barátjának egy levelet a láthatatlan tintával, és kiszabadította. Az idei év különlegessége, hogy 2016-ban az iskola fennállásának 40. évfordulóját ünneplik. Ebben az évben iskolánk 40 éves, így különösen nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy egy emlékezetes műsorral tegyük még maradandóbbá a gyermekek számára a mai napot. Bízom abban, hogy mind a saját tanulóink, mind a vendégek számára is valóban emlékezetes marad. Az évforduló alkalmából egész évben megemlékezéseket tartanak. Ezek közül is kiemelkedik a február 17-i gála műsor. A NAV SZIA bevallási ajánlatot készít, ha erre február 15-ig nyilatkozatban kéri az adózó. Azoknak tehát nem kell időt fordítani a bevallás kitöltésére, akik megfelelnek az egyszerűsített bevallás feltételeinek. Ezt a megoldást február 15-ig lehet kérni a megfelelő nyomtatványon. Elsősorban az kérheti az egyszerűsített bevallást, akinek 2015-ben olyan adóköteles jövedelme volt, amelyből munkáltató, illetve kifizető adót adóelőleget vont le. Ha valaki családi kedvezményt érvényesített, ingatlan adásvételből jutott jövedelemhez, illetve egyszerűsített foglalkoztatásból szerzett bevételt, szintén élhet ezzel a lehetőséggel. Sőt, azok az egyéni vállalkozók is választhatják az egyszerűsített bevallást, akik tevékenységüket egész évben szüneteltették. Nem választhatják azonban ezt a bevallási módot például az őstermelők, az egyéni vállalkozók, a külföldiek, valamint azok sem, akik árfolyam nyereségből vagy tartós befektetésből szereztek jövedelmet. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári támogatói adomány is kizárók. A megyei rendőrfőkapitányság nyomozói 37 csomagban 17.198 g kábítószer gyanús anyagot foglaltak le egy szerb állampolgár gépjárművéből, írja a polisz.hu. A helyi rendőrök budapesti kábítószer bűnözés elleni kollégáikkal és a NAV bevetési igazgatóságának munkatársaival tegnap délben igazoltattak egy autóst és utasát. A rendőrök és a pénzügyőrök átvizsgálták a gépkocsit, ebben segítségükre volt a Nemzeti Adó és Vámhivatal Thor nevű kábítószerkereső kutyája. A szolgálati jebb jelzése alapján az ellenőrzést végzők az autó utasterében a kárpit alatt kialakított rejtekhelyen több csomag kábítószer gyanús anyagot találtak. A gépjármű 65 éves szerb állampolgárságú sofőrje a rendőröknek elmondta, az autóban talált anyag marihuána, amelyet Németországba akart eljuttatni. A nyomozók a helyszínen megállapították, hogy a gépkocsiban 37 csomagban több mint bruttó 17 kg marihuánát rejtettek el. A rendőrök a szerb férfit előállították a megyei rendőrfőkapitányságra, ahol kábítószer birtoklás büntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbevétele mellett gyanúsítottként hallgatták ki. A gyanúsított elismerte a bűncselekmény elkövetését és elmondta, utasa nem tudott az autóban elrejtett kábítószerről. A hétvégén idegenben játszik a Mosonmagyaróvári kézilabdaklub. A lányok a Vihansarokban látogatnak. A Békés Csaba egy ponttal áll az MKCS-e előtt, viszont 3 fordulóval korábban az utolsó helyezett Budaörstől kaptak ki. Győzelem esetén elmozdulhatnak Lavati Tamás csapata az utolsó előtti helyről. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. A ma esti hírháttér vendége Kis Béla, levéli polgármester lesz, aki a 2015-ös esztendőt értékeli,
és beszél az ezévi tervekről. Ezt követően pedig a Gázfröccs című autós magazint nézhetik meg. Friss hírekkel hétfő este is a szokott időben, azaz 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!